Szervusztok gyerekek, itt vagyunk egy újabb videóban, amiben már megint Open BB-zni fogunk. Tehát így... egy-kettő hónap után újra. Csak most nem metrózni fogunk, kijövünk a metrónak az alagútjából. És akkor följövünk a földfelszínre, és most akkor a Káposztás-Magyari végállomásról indulunk a Leheltérre, hát 14-es villamosunkkal, ami egy Tátra lesz, pontosabban a 40-15-ös, és a 40, mindjárt mondom, csak hogy most még olyan régi, elfelejtettem teljesen az OpenBV-nek az irányítását, bocsi, tehát a 40 42-15-ös Tátra és a 40-40-es Tátrával, pályaszámú Tátrával fogunk menni. Picikét villogok nektek. Oké. Okay. Na, beülünk akkor F1-gyel a fülkébe. Most már késünk, mert én bénáztam addig, amíg beindítottam a videót, meg mire kamerát beállítottam, mert mondom, legutóbb 2 hónap játszottam utoljára ezzel a játékkal, amikor fölvettem nektek azt a videót. Úgyhogy... hát... jók leszünk így. Most ezzel is, hogy látjátok, bénázok. F11. Oké. Okay. És visszaugrunk ide. Jó leszünk. Jók leszünk. Akkor levesszük. Én már menetet adtam a villamosnak, csak nem csuktam be az ajtót, amit most persze megteszünk. És ez a 14-es vonal a kb. Így fél órás útvonal. Tehát... indexelni is tudunk, csak most már nem akarom, hogy itt mozogjon össze-vissza a kamera, mert az úgy nem élethű. Nem értem, ki találta ezt ki, mozogjon össze-vissza a kamera, mert egyáltalán nem élethű. Ennyivel lehet menni, de most már elhagytuk a váltót, most már lehetjük sokan. Lehet, hogy ott volt egy jelzőtárba, hogy mit fogja menjünk, de én azt nem figyeltem, hogy másod. Leveszünk a tempóval már 53-ban vagyunk, közben 50-nel kéne menjünk, úgyhogy leveszünk a tempóval. És akkor is már lassítunk, mert itt van a megállóban. Kárra nincsen bemondás, mert akkor tudnám a megállóban is, hogy már ezt is elfelejtettem, mert egy éve játszottam utoljára 14-es villamoson. Nem egy év, bocsi. Mikor januárban. Na. Picikét várunk, mert... nem van. Most keltem, reggel van. 8:30 kb. És akkor most fölveszem a videót, még így álmosan, de gondolom a hangom, valamennyire a hangom hallatszik, hogy álmos vagyok, meg minden. De ezzel jár, mert aztán megyek kifelé a városba. Videózni nektek ugyanúgy közlekedés, mint eddig. Az anyád, szeretsek, jött az meg. Na, bocsánat. Tehát, hogy videózzak nektek trollit. Ezt titok, hogy milyen trollit fogok videózni, mert ugye villamos is lesz. A villamos azt elárulom, hogy picikét spoilerezzünk. Bengáli fog menni a kettes villamoson. Ha valaki nem tudná, mi az a Bengáli, keressen rá Wikipédián a pontos neve FVV. Most ami nálunk fog menni, ez a hat ajtós, vagy mennyi, az a FVV CM4, tehát a CM4-es verziója, tehát az 6 ajtós, tovább bővített verziója. És ugye itt a Szegeden már kimondták őket a forgalomban. Forgalomból, bocsánat, nem tudom.
Persze, mondom, reggel van. Tehát, ja. Mikor is mondták ki őket a forgalomba? 2011-2? Talán. Ja, valami. Fáját segít. Most nyomtam egy facefake-et, mert ez így... Látjátok, 4 perc 38 másodperc késéssel vagyunk. Tehát 4 percet bénáztam a mindennel, hogy bekapcsoljam a felvételt. Minden hülyeség. Ott egy távolsági Icarus. Azt nem írja, hogy milyen de az milyen, hogy mondjam, vállalat. Én most az indexet vettem, úgyhogy tudom. Voltam ilyen balfasz. Na, most már jó vagyok. Nem figyelek az indexre, mit tudom be. Tehát azért, mert például ennél a villamosnál lehet indexelni, 60-on vagyunk, úgyhogy le. Tehát ennél a villamosnál lehet indexelni, mert ugye ajtót választani, ahogy láthattátok a panelem, tehát itt ez a villamos, ez egy ultramodern villamos itt az OpenBV-vel tekintetében, mert ebben mindent, majdnem mindent lehet csinálni, tehát a legfontosabb dolgokat meg lehet csinálni benne. Most világít az ajtónyitó gomb, mert kinyitottuk az ajtókat például. És ha be így csukjuk, mert... Már ráadtam a gáz, mikor csukorod az ajtó, mert most én nem... Most nem akarok itt várni, hogy mi a helyzet. Mondjuk ebben van megállófény, tehát... Tehát ez akkor indul el, mikor az ajtó becsukod. És itt vagyunk a valamikori M3-as metrónak a tervezett pályánál. Tehát mondjam, hogy régebben itt az M3-as metrón káposztas, hogy erre szeretnék volna vinni, és akkor ezen a szakaszon ment volna az M3-as mirassi. Ezen a szakaszon ment volna az M3-as metró, és akkor végül abba hagyott a terv, és megmaradt az a szakasz. Tehát most ezen a szakaszon a villamos megy, ahogy látjátok, most is van valóságban 2024-ben. Fékezzél már lefelé. A kamera nem tudom miért rángatózik ennyire, mert egy szutyog. Hát kérem szépen, ez már több mint... Lassan már tizen... Hova? Lassan már 15 éves vagy 10 éves játék ez, tehát... igen, lassan 15 éves lesz, nem tudom mennyi, most nem akarok számolni, mert a pontos... dátumát csinálom, amikor adták ki az első verzióját. De csak úgy Sasper kb. Lassan 15 éves lesz. Csak lassítani is kéne, mert vártok meg, hogy magyarnak minden. Szóval... 15-ös a sebes, most ki érdekel 10-többel megyünk. Senkit sem izgat, nem fog kisíteni a villamos. Maximum, hogy 50-nel mentem, na, sikor is van neki. Tehát... egy jó, éves panelet, most bevettünk 44-jel vagy 3-ban. Nagyjátok, elég részlet gazdag ez a pálya, tehát... És oké, ez az OpenBV-vel látjátok, hogy előttünk is mi van, ott van egy új, egy üresség, meg minden. Cucc. Tehát ezt az OpenBV-vel... Viszonyítottam, mert... Hoppá. Viszonyítottam, mert... piros lett a mód is, úgyhogy... Maximum van a fékezési cucc. Na, mit is akartam mondani? Ja, hogy ez a...
Ezen is látszik, hogy több mint 10 éves a játék, tehát látjátok is, hogy ezt. Ott vannak hiányosságok, az utca is sem végig, sincs végig csinálva. Ott van a betonban ilyen fehér felület, ami a pályának a égi textúrája. Tehát ezt... én ezt úgy vélem, hogy ezt... valamennyivel könnyebb, valamennyivel nevet, nehezebb. Ja. Na. Valamennyivel könnyebb, valamennyivel nehezebb csinálni, mint a... építeni a pályát az omziba. Tehát én most elbírom képzelni, hogy az omziba hogy lehet építeni, ha már ennyire részletű is pályát akarsz, mint például a DLP-sét pont. Kettő ugye, ott mindegy, több mint a DLP-s pálya, az egy tisztán részletdús pálya. És tehát az, ahol aztán hatalmas időt kell befektetni, hogy megcsináld azt a pályát. Mert akkor annyira valósághűen részletesen kell megcsinálni. Most ez is valósághűen van, de nem annyira, mint a DLP-s, tehát ezen látszik, hogy... ezen látszik, hogy az én... ez az, hogy az OpenBV-e, tehát ez nem fejlett ki annyira, mint az OMSI. Vagy például a Simti. Mondjuk a Simti az egy más dolog, oké, az egy pályát csináltak hozzá, egy jobb át trolli vonallal, busz vonallal, három villamos vonallal. Az kész. Tehát abban nem lehet pályát berakni, maximum ilyen festéseket a trollikra, meg a buszokra, mint több minden járművekre. De az is tisztán részletes az a pálya a szintébe, tehát ez a játék valamiért le van maradva. Ó, itt ezt nem fogjuk látni. Hogyha látjuk, akkor el kell mozdulni. Na, így vagyunk. Tök mindegy, most megint késünk. Most már 5 perc... behoztuk a késés, mert 3 percnél legyen 45 másodpercnél. Adjunk, de hát most megint késni fogunk, mert a lámpák nincsenek normálisan beszinkronálva. És hát nem az, hogy nincsenek, hanem az én hibám, mert én kések. És akkor a lámpák nem akarnak nekem folyamatosan szabadot. Mert én szarakodtam a felvétellel, hogy indítom, mert hogy bírok kamerát váltani, mert... szemben lévő tátrák, és itt látjátok, hogy minden, kb. Minden kép, de hát itt képek. Az hátak is képből lettek kiszedve, a kerítés is kép, az autók, villamos, szemben villamosak is képek. Most ez egy 3D vezetőállás, mi ez a fehér szarint mellettük, ez sem értelme, nem... nem maradtak, hogy ez a textúrát például, hogy bevette a hó, mit tudom én. Itt egy Ikarusz. Most itt megint nincs olyan logója, tehát nem bírjuk, hogy ott van valami az ajtónál, várjatok. Ott van valami az ajtajánál. Ja, csak az, hogy ott kell fészállni, tehát... csak annyi. Csak annyi, hogy ott lehet főszállni. Most hogy álltunk mi kamerába? Így valahogy, tök mindegy. Valahogy így. Most majd a ajtó... az ajtó, mit tudom én, irányim, elég tudtam, ez mi a fene. Nem irányváltó, mi ez? Tudtam elég. Nem tudom mi volt, nem is volt semmilyen váltó. Itt a darazs, kamion. Megy, gondolom valahol Amerikába, vagy Angolba, vagy honnan fogom, hogy már bocsánat.
avatárt figyeltem, mi a helyzet, meg mivel mondjuk azt nem figyeltem a lámpáról. Csak a valóságban a troli vezető lenni, akkor meg ebből lenne a baleset. Tehát ezt most én így gyakorlom. Ezzel a megálló távlával mi a fene van? Most ez így... Mi ez? Nem értem a dolgot. Meg ez is bagos, hogy ezt is szarul csinálták meg, hogy ráépítették a festést a villamosin, és akkor a villamosin meg nem is látszik, tehát ez a templom is hogy van betöltve ide? Szarul töltődött a táblába, vagy én raktam be szarul az objektumokat, ez nem a múzé külön kell berakni a délpást az objektumokat, hanem hát egyben van minden, tehát ezt így csinálták meg, hogy én beraktam, aztán így van megcsinálva, tehát a grafikán is látszódik, hogyha picit messze vagyunk, akkor már homályosodik minden a grafikába. Tehát az Omzinál nincs ilyen, meg a szintén például. Most én azzal a kettő játékkal játszok, én annál nincs. Most nem. Én az Omzival letöröltem az Omzit, azért nem lesz. És azért nincs Omzis videó, mert terveztem, csak letöröltem, mert folyamatosan hiba üzeneteket dobált ki. Ha valamelyik, némelyik busznál nem töltődött be a kabin se, és a kabin a franc-t ne nyitott ki az ajtó, mert nem tudom mi baja van, mert ez szutyorék. Na, azért átmegyek be. És így hát ez a dolog. Most ez tök mindig, mert csak egy át kell lépni, hogy most át kell. Itt is azon, itt is simán átmennék, de most nem megyek, mert ez egy hosszabb ütés, amikor... Itt is legyenek, hogy a gyalog át kell ülni, kiszakadt a sín a földbe, vagy nem tudom, itt a valóságban nem is mehetne a kovidám is. Hol fejeztem? Ja igen, hogy a zomzit azt letörültem, mert nem. Némelyik busznál nem nyitott ki az ajtó, de azon kívül minden. Tehát nyomtam az ajtónyitót, és ma volt hangja, de nem nyitott ki az ajtó. Tehát nem értettem a lényegét. És ha legelő lett, ezt letöröltem a zombit. Most tolatunk egyet. Mert későn fékeztem, mert beszélek a zombiról. Na. Még. Fú, mekkora balfék vagyok én. Tehát, ja. Ez van. Nem tudom, még nem raktam át az ajtó irányváltót, vagy hogy a francba így felé. Tudtam a káposztásban gyárt le. De itt már átmentünk újpesti városrészre. Most már elhagytuk Újpestet, és akkor most már itt vagyunk az angya a földi. Itt egy váltó. A pálya is több mint 6 éve vagy mennyi éve kész van, és nem akarnak vele semmit csinálni. Most én valamit olvastam, hogy akartak volna, de nem csináltak. Mi ez a minikorog? Valami kint az utcán minikorgott. Így volt a kamera állásban. Csikerti ezt is megoldani. Ezt tudom, mert ti az OpenBV-es videókat csak nézitek ám. Mert például kiraktam egy kettő, vagy három éve. Most miért lassulunk le teljesen? Tehát én most balfaszkodok. Na. Kiraktam egy 2-3 éve egy M3-as metrós videót. Ez már több ezeren megnézhetetlen. 5000-en mindjárt majd megnézem, nem mondjuk
Tehát most itt van a legnépszerűbbeknek a... Úgy nézem, most úgy emlékszem, hogy az első listáján, most meg is nézem. Tehát... Népszerű. Igen. 20 000-en megnéztétek azt a... Pandás videót, amiben pandával mentünk. 3 éve, mondtam, csatszoltam, hogy 2-3 éve volt. De úgy látszik 3. Tehát pandával mentünk a felújított M3-as metrón. 20 000-en megnéztétek. Gratulálok magamnak, hogy így sikerült ezt a videót megcsinálni, meg nektek is, hogy nézzétek és dicsérjétek. Most a linkeket azt ne kérdezzétek, mert letöröltem a Google Drive-on minden linket, mert nem volt tárhelyem, aztán az is foglalta a tárhelyet. Tehát a linkeket ne kérjetek, mert kiírtam is a közösség funkcióban jó pár hónapja, hogy ne kérjetek linket. Mert betörődöm a Google Drive-on meg minden, de valaki azt nem nézi, csak oké. És akkor bírom neki, hogy nézzem már közösség felületre. Vagy így minden komment szekcióban, de oda írjam, hogy minden OpenBB-es és 3-színes komment szekcióban odaírjam, hogy tehát odaírjam, hogy letöröltem a Google Drive-ról a dolgokat, és akkor nem nincsenek már meg a pályák, linkek, stb. Hát én most mit csináljak ezzel? Nem volt árhelyem. Ennyi. Helya. Ja, hogy csak lealkítottam ezt a szúcsukat, ezt nem hallottam, mikor visszakapcsolom a mikrofont. Mondjuk ebből ti nem látatok semmit. Tehát ez most... Ja. Ti látok ezt most nem annyira. De azért én mondtam. Na. Tehát hol tartottuk? Ja, hogy a... Ezt a komment szekcióba kiírjam, hogy nem... Hogy nem bírom linket adni. Hát nehogy már. Oké, okay, most vannak új nézők, akik jöttek a csatornára, oké, okay. Azoktól még oké, okay. De akik hogy az Isten áldja meg. Állomásodugrás, hol vagyunk mi? Ez... A Rokó, valami Rokó? Nem tudom mi. A Rokója utca. Itt vagyunk, na. Csak nem bírtam megállni, ezt ide spawnoltunk. És beosztjuk a késést is. Tehát ezzel be lehet hozni a késést is, hogy ide spawnolsz. Van még egy menet. Ez az a baj, hogy vissza oda kell adni. Vissza kell venni a menetet újrásbe. És az irányt váltott meg újra előre. Csak akkor fog menni a villamos. Mert nem menjünk olyan gyorsan, hogy ne bírjunk megállni. Tehát erről a linkes dologról ennyit akartam. Ja, mert még az a HMM-színre is volt szó, hogy HMM-színes kérjetek a linket. Egyrészt most én nekem nincsen HMM-színem. Valamilyen abból fogva ezt nem mondom el nektek. Tehát most nincs ilyen HMM-szín, így most nem lesz egy jó pár ideig HMM-szín videó, most már eddig se volt. Tehát a legutóbbi... Meg ezt is megnézem. Hát nem, mert most már zöld van. És szabad. Bocsánat. Rádok egy maxi gáz, de közben megnézem a videókat. Tehát a legutóbbi HMM-szín videó az egy éve. Egy éve. Oké. Okay. Egy éve volt. Egy és fél éve mondjam. Na. Tehát most lesz június 23-án. 2 éve volt HMM-szín videó. Itt a Vasas Sportklub. Tehát most lesz... Átléptünk más megállót. Úgy emlékszek, nem most az
tartja a figyelmet. Nem. De már lépjük. Látjátok, most azért reggel van, azt nem bírok kettő felé figyelni, mert... Robloxból töltök föl sokat, de azt látom, nem nézitek, tehát most a közlekedésből akarok többet szegedni. Közlekedést. Csukjad már be. Tehát kettő hónapja raktuk. Raktam ki a videót. A kis föld alatt is. Aztán volt ilyen szolárisos videó, aztán 226, FX 200, aztán meg most volt a 245-öt raktam fel egy napja. 245-ösre kaptam az dicséretet, tehát én most... Oké. Meg is sörültem, hogy mi a helyzet. Kaptam dicséretet. Nincs ezzel baj. Csak hogy ilyen valaki írta, hogy a kamerám piszkos. Hát én nem tudom azt, hogy kit akar itt menni majd valami szakértőt keresek, aztán majd kitakarítom. És kitakarít. Na, segít kitakarítani a szakértő. Tehát... Mi a fene ez? Ezt a megálló nevet én nem tudom kiolvasni, de ott fönt ír egy béket ér. Úgyhogy ja, a... ezeket a... Mikor kettő videó közt, mert ezeket darabokra szedtem ezeket a videókat, és nem az volt, hogy egy videóra szedtem az egészet, hanem tudjátok, volt egy jelenet, maximum 4 percig, és akkor vágás volt, és akkor volt ez az animációs cucc. És ezt én is most fejeztem fő 2 hónapja, hogy fog van ilyen. És akkor mostanában rakosgatom folyamatosan ezeket, de ez több munkát is igényel. De ez én meg is dicsérhetek. Például jók a kameraszögek, amiket én választottam a 245-ön, hogy mik a kameraszögek például. Meg ilyesmi, tehát ez a... ez is mi? Most átmegyünk ezen a szucskon? Atya, úristen, mi lett ez a pályával? A gaffok se tűzenek be normálisan. Szerintem én ezt a pályát újra rakom, mert ez így... Vagy az Open BVL-ben van baj, vagy a pályában, de szerintem a pályában van baj. Kaffosot nem töltöttek be a kaffok se, de persze, hogy a házak betöltenek, tehát az a legfontosabb a ház. De az is az a ház, kettő ház is ott bágol össze-vissza, tehát ezt a pályát újra fogom rakni. Úgyhogy... Ugye 9 óra van. Nem érdekel, hogy előbb, most előbb kinyitottam az ajtót. Tehát csukáskor van megállófék, de nyitáskor meg nincs megállófék. Tehát ja. Thank you.
teszem ezt a térképet. Ezt megnézzük. Mert itt van a játékban is térkép, itt van. Tehát... Itt van a Dévai utca, aztán van a Lehel tér. Tehát ez már jó pár dolgot. Ha lehúztunk, mondom, szerintem ez ilyen kb. 30 perc videó lesz, de én most itt kb. Nem tudom megnézni, mert most vezetek is, mert tudok mindegy. Nekem most. És el még átmentünk. Leveszem be. Trolli felső vezeték is, akkor hogy nem. Visszaveszem abban a rendben. Tehát szerintem ez kb. Fél óra, 40 perces lesz, ahogy én. Tehát ez nem ma fog fűtődni, ez nem ma fog kikerülni, hanem kedden este. Vagy lehet, hogy ma, de... De szerintem nem, mert... Mi lesz? Mi lesz? Izéli? Szerint, tudom én mindig, tehát... A Dévai utca aztán, olyan a Lehel tér. Tehát így kb. Pont 9-re beérünk a Lehel térre. És 55-re. 108-ra, 55-re. És mire elbúcsúzok addigra, 9 lesz. És mire elköszönök. Van egy ideiglenes megálló, hogyha... Oké. Okay. Tehát, hogyha mind a kettőben van állva, akkor ott meg lehet állni, és akkor ott beszállítani az utasokat. Tehát, mivel most nincsen tele, így most én... Megálltunk. Oldal... Na végre eszembe jutott oldalválasztó. Nem kapcsoltam el az oldalválasztót. Látjátok, és itt a villamossal is vannak. Nincsenek az... Csak egy olyan volt, hogy a... Izébe van. Tehát... Látjátok, ez a villamos egy kép. De vannak olyanok, amik tiszta 3D-s... Elveszem a menetet. Tehát vannak olyan villamosok, amik tiszta 3D-sek. Tehát be lehet menni a belségbe, nyitódik az ajtó, csak ezen most nem, mert ez egy kép. De a fülke, nézzétek a fülke, az tisztára tök minél. Benne van a BKK, futál minden. Ott a kontroller, és akkor itt innen már ez a kép van. És akkor itt nem, már hátul már semmi, tehát. Tehát itt ki szépen ki van dolgozva. Azt mondja, elveszem a visszamenetbe, akkor ez a szar van. Futáró. Ott a menetkar, minden mozog. Tehát... Ja. Becsukom a... az ajtókat, hogy ne fagyjanak meg az utasok. És hát legyen a hideg a villamosba. Tehát ezzel a szép kis tátrával köszön... Várj, nem is, nem minden, várj. Ezzel a szép kis tátrás együttállással köszönném meg nektek a figyelmet. Ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok föl. És ha értesülni akartok a további videók és tartalmakról, az kettő ugyanaz, tök mindegy, akkor nyomjátok meg a csengő ikont ott a feliratkozás gomb mellett. És akkor tudtok. Hát én mondom, melyik reggel van. Tehát tudtok értesülni azzal. Úgyhogy most már tényleg vessünk véget a videónak. Tehát köszönöm a figyelmeteket. Na. Hát ezt ki kéne vágni, de én mivel nem tudok vágni. Tehát köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!